Csontos István emlékére rendeztek versenyt a héten megnyílt Ravaszdi Magyarosi lőtéren. Ez a verseny egyben egy az erdőgazdaságok közötti országos lövészbajnokság egyik állomása is volt, amelynek a célja a versenysport népszerűsítése, valamint a vadászati szituációk gyakorlása. Az egész verseny arról szól, hogy a vadász szituációkat szimulálja, tehát mind a korongoknak az elrendezése, mind a futócélnak, illetve az állócélnak az elhelyezése olyan szituáció, amit egy normális vadászati tevékenység során az embert érheti. Tehát jöhet a hátam mögül madár, kelhet a lábom elől madár, és ugye, hogy ezt nem madarakkal kelljen végezzünk, ezért egy ilyen gyakorlás, illetve verseny alakult ki ebből. A versenyen 85 résztvevő indult, akik csapatokban a nap folyamán több versenyszámban is kipróbálhatták magukat. A golyós számoknál nagykaliberű vadász lőfegyvert, a sörétes versenyszámoknál pedig vadász sörétes vagy versenysörétes fegyvereket használtak, amelyekkel maximum 2 töltényt lehet kilőni. A versenyszámok közé tartozik egy futócéllövészet, amikor 50 méterre kell egy futó célra lőni. Álló céllövészet az 100 méterre van, az álló testhelyzetből, illetve lőbotnak támasztott puskával kell 5-5 lövést leadjanak, és ezen kívül van még 3 versenyszám, ez mindegyik korongvadászat, tehát a 25 korongot dobunk a levegőbe, és azokból kéne minél többet eltalálni a versenyzőknek. Ezzel a versennyel az új lőteret is tesztelték, például ezt az elektronikus találatjelzőt is, amely nagy segítséget nyújt a lövészeknek. Az országos versenyt már 12. alkalommal rendezik meg. A Közép-Európában is modernnek számító új Ravaszdi lőtér elnyerte a tetszését a versenyre érkezőknek. Nagyon jó, nagyon szép. Ilyen golyós pályát viszont én nemigen ismerek, tehát ez nekünk újdonság. Tehát ez fantasztikus. A kijelzés, tényleg a monitoros kijelzés, a találatot rögtön látja a versenyző, kijelzésből tud korrigálni esetleg, hogyha a fegyverrel valami kis gond van, akkor tud korrigálni a célzásnál. Hát ez parádés. Mi Szegedről érkeztünk, a Daler Délalföldi Erdészeti ZRT-nek vagyok a dolgozója. Onnan érkeztünk, nagyon tetszik, szerencsére nagyon jó az idő, a pálya kiváló, sok jót hallottam már róla, és meg is bizonyosodhatom róla, hogy nagyon szép a környezet is, nagyon szép, semmilyen géphibát nem tapasztaltunk még eddig, úgyhogy minden a legnagyobb rendben folyik eddig. A Ravaszdi a 7. állomása volt a versenysorozatnak, még 2 verseny van hátra.